Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Új munkahelyek Békés Csabán. Januártól 50 megváltozott munkaképességű ember állhat munkába. Segítség a rászorulóknak. A Családsegítő Központ szervezésében rendeztek ünnepséget. Táncgála Gyulán. A színpadot fürdővárosi és Békés Csabai fellépők lepték el. Sírdogál a gyermekisten. Ezzel a címmel adott koncertet Gyulán a Tercina együttes. Már lehet nevezni. Várják a párlatokat a jövő évi Gyulai Pálinka versenyre. Január 1-től 50 megváltozott munkaképességű ember vállalhat munkát Békés Csabán a Főnix MMK fiúk telephelyén. A csütörtöki helyszíni sajtótájékoztatón elhangzott, 2020 első negyedévében a foglalkoztatottak száma akár 150-re is nőhet. A jövőben a megye további 4 településén, köztük Gyulán is létesülhet hasonló telephely. Ez a nap híre. Idén szeptemberben vette kezdetét a Főnix MMK társaság és a Békés megyei kormányhivatal együttműködése annak érdekében, hogy a jövőben a megye különböző járásaiban olyan telephelyeket létesítsenek, melyeken a megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztatják. Csütörtökön a Békés Csabai fiók telephelyen rendezett sajtótájékoztatón bejelentették. Január 1-től 50 fő elkezdheti a részmunkaidős nyomdaipari állását. Jelenleg, ami tervbe van véve, az a nyomdaipari előkészítő, illetve a nyomdaipari utómunkálatok, amikbe szeretnénk őket bevonni, illetve ezt szeretnénk utána tovább fejleszteni. Nyilvánvaló ahhoz, hogy a céljainkat, vagy azokat, amiket kitűztünk, célokat elérjük, első körön föl kell mérni az embereknek a képességeit, illetve meg kell nézni azokat a lehetőségeket, hogy hol tudjuk a munkavállalót meg a munkát összekötni. Tehát az, hogy megfelelő munkavállaló a megfelelő helyre kerüljön. Megyénkben jelenleg 2800 megváltozott munkaképességű személy él, közülük közel 500 embert értesítettek. A januártól munkát vállaló 50 fő pedig már túlesett a betanítási folyamatokon, így ők ugyan kezdetben még 4 órában, de később teljesítményüktől függően 6 és 8 órában is dolgozhatnak. A munkabér mellett pedig továbbra is meg fogják kapni támogatásukat. Nagyon nagy volt az érdeklődés, és nagy örömünkre szolgált, hogy nagyon sokan megjelentek ezeken a tájékoztatókon. Nagy munka volt ugyan, míg megszerveztük ezeket a tájékoztatókat, de megéri, hiszen már láthatjuk, hogy elindul a foglalkoztatás, és ez nagyon nagy örömünkre szolgál. A Békés-megyei Kormányhivatal folyamatosan kapcsolatot tart a céggel, illetve a munkavállalókkal. Ez egy nagyon jó kedvezményezés, kezdeményezés, tehát nagyon örülünk neki, hogy ilyen sikeres és eredményes volt már az együttműködésünk. Dávid Ferenc, a kormányhivatal Békés Csabai járási hivatal a családtámogatási és társadalombiztosítási főosztályának főosztályvezetője elárulta. A programban résztvevők egészen a minimálbér másfélszeresét, bruttó 230 ezer forintot kereshetnek havonta. A jövőbeli tervek között szerepel, hogy a Békés Csabai Őszi utcában található telephely mellett továbbiakat hozzanak létre. Nem csak Békés Csabán tervezzük a jövőben ezt az együttműködést, hanem Szarvason, Gyulán, Orosházán és Mezőkovácsházán. Az elmúlt 2-3 hónapban mind az 5 járásban tartottunk ezzel kapcsolatos tájékoztatókat. 500 főt értesítettünk ki ebben az ütemben, és 250-en részt is vettek. Az első negyed év azt a célt tűztük ki, hogy 150 főt foglalkoztatunk, év végéig pedig 300-at, aztán pedig ennek függvényében alakítjuk 2021-re azt a cselekvési tervet, amelyben a kormányhivatal partnerként tud támogatást nyújtani, mind azoknak a családoknak, akik ebben részt szeretnének venni, mind pedig a gazdasági társaságnak. 2020 március végén pedig akár Szarvason és Orosházán is elkezdődhet a fiúk telephelyek kiépítése. A Művelődési Központban rendezték meg a Családsegítő Központ karácsonyi ünnepségét. A programon az ajándékokkal megtöltött cipős dobozok is gazdára találtak. Családias hangulatú ünnepségen vagyunk. Az ünnep családias voltát hangsúlyozta a Művelődési Központban Görgényi Ernő polgármester. A Gyulai Családsegítő Központ karácsonyi rendezvényén sok meglepetéssel várták az érintetteket. Mint ahogy otthon a családban is, mindenki részt vesz az előkészületekben, az ünnepi hangulat megteremtésében. Itt is az önkormányzat, a baptista szeretetszolgálat, a Gyulai Baptista Egyházközség, Bora Kft., civil felajánlók és segítők összefogásának eredményeként lett meg ez a mai ünnepség, de családias abban az értelemben is, hogy együtt vannak a családok, eljöttek a gyermekek szüleikkel, testvéreikkel, és itt egy igazi ünnepi hangulatban telik ez a mai délután.
alkalomhoz illő műsorokkal, játszási lehetőséggel, együttlét örömeivel. Az ünnepségen játszóházzal várták a gyerekeket, akik csomagot, üdítőt, süteményt kaptak, és szétosztották köztük az ajándékokkal teli cipős dobozokat is. Ezt nagyon boldog gyerekek, nagyon egészséges, boldog gyerekek kapják. Nem szeretem azt mondani, hogy rászoruló, nem szeretem azt mondani, hogy szegény. Én azt gondolom, hogy gyerekek, akiket meghívtak ide a családsegítős kollégáim és szüleikkel együtt, akiket szeretnénk megvendégelni, és mi ezt a részét hangsúlyozzuk a gyerekeknek, hogy jól érezzék magukat, legyenek itt ma fölszabadultak, boldogak. A Családsegítő Központ karácsonyi ünnepségére több mint 80 gyermeket vártak. Immár 16. alkalommal rendezte meg a Békés Megyei Művészeti és Kulturális Egyesület a karácsonyi táncgálát. A látványos eseményen Gyula és Békés Csaba tánciskolái, tánccsoportjai, együttesei léptek fel legjobb műsorszámaikkal. A Békés Megyei Művészeti és Kulturális Egyesület immár 16. alkalommal rendezte meg a hagyományos karácsonyi táncgálát a Gyulai Erkel Ferenc Művelődési Központban. Az eseményen Gyula és Békés Csaba tánciskolái tánccsoportjai léptek fel. Tulajdonképpen a gyulai ünnepi rendezvények egyik, nyugodtan mondhatom, kiemelt rendezvénye, hiszen már 16. alkalommal, 15 évvel rendeztük az elsőt, rendezzük meg, és úgy gondolom, hogy most már annyira kinőtte magát, hogy egy üdvözlő fénypontja lehet ezeknek a napoknak, amelyen Békés Csaba és Gyula városának iskolái, táncegyüttesei, táncosai közösen ünneplik meg az ilyenkor szokott adventet, illetve karácsony előtti időszakot. A táncgála 15 évvel ezelőtt azzal a céllal indult, hogy helyet és alkalmat biztosítson az utánpótlás számára, és a fiatalok közönség előtt mutathassák meg tánctudásukat. A táncegyüttesek ezután évről évre többen és többen lettek, és az adott év közben legjobban elsajátított koreográfiákat mutatták be az évvégi, rendszerint karácsonyi időszakban szervezett eseményen. Össztánc művészeti maga a gála, tulajdonképpen a rúttánctól kezdve a modern kortárstáncon át a társastánc megjelenik, a jazztánc megjelenik, a néptánc megjelenik, úgyhogy tulajdonképpen majdnem minden műfaj képviselteti magát. Pont ez a cél, hogy a táncvilágának a színességét bemutassuk. Tulajdonképpen a Békés-megyei Táncfesztivál, vagy Békés-megyei Táncfesztiválnak a kisebb rendezvényeként apostrofálhatjuk, ahol tulajdonképpen ezek a gyerekcsoportok és a meghívott felnőtt csoportok szórakoztatják a megjelent közönséget. A fellépők között amatőr és haladó táncosok is megfordultak, ugyanakkor az mindenkire igaz, hogy valamilyen formában a táncvilágában dolgozik, próbál hétről hétre. Sírdogál a Gyermekisten címmel adott koncertet Gyulán a Tercina együttes. A formáció az évek során számos neves színésszel dolgozott együtt. A gyulai koncerten Pápai Erika volt a vendégük. A Tercina együttes 2009 őszén alakult. Első koncertjüket ebben az évben Budapesten adták. Megalakulásuk óta változatlan felállásban lépnek fel, hűek maradtak az eredeti koncepciójukhoz. A formáció december 18-án a Gyulai Várszínház kamaratermében látogatott. Előadásukban az ünnephez, karácsonyhoz kapcsolódó egyházi műsorok szerepeltek. Az együttes 10 éves fennállásának alkalmából az elsőként még 2009-ben összeállított válogatását, repertoárját mutatta be a gyulai közönség számára. Én úgy gondolom, hogy aki szereti a kamarazenét, az intim hangulatú, megszólalású kis együtteseket, aki szereti a régi zenét, aki a mélyebb asszociációkra, kapcsolatokra nyitott és kíváncsi, aki irodalom kedvelő, aki képzőművészet kedvelő, ők mind jól fogják magukat érezni. Azonban Abiud szegény ember volt, és meg kellett várni a tavaszt, a kegységnek és a jóknak elését. Előadásmódjukkal annak a közönség rétegnek szeretnének magas minőségű kultúrát biztosítani, akik a zenén túl értik és szeretik a társművészeteket, és nyitottak a mélyebb asszociációkra.
Az együttes tagjai gyulai előadásukra az 1600-as évekből származó zenéket válogattak, melyeket különböző adventi történetek kísértek Pápai Erika színművésznő közreműködésével. Buxtehude, Monteverdi, tehát a baroknak az a korszaka, amikor még nem igazán alakultak ki a később ismert stílusok, a koncertok, az általunk ismert szonáták. Ez egy nagyon-nagyon érdekes kísérleti stílus, ami a reneszánszot összeköti az úgynevezett nagy barokk korszakkal. A Tercina együttes legutóbb az Evangélikus Országos Múzeumban adta elő 2009-ben debütáló programját, december 18-án a Kamarateremben pedig utolsó koncertjüket adták 2019-ben. Már most lehet nevezni a jövő évi gyulai pálinka versenyre. A versenyen indulóknak bérfőzető és magánfőző kategóriában fajtánként minimum kétszer 0,35 liter versenymintát kell beküldeniük. Elindult a nevezés a Brillante 2020 nemzetközi párlatversenyre április 23-a és 25-e között. Immáron 21. alkalommal szervezik meg a Délalföld egyik legnagyobb gasztronómiai rendezvényét, a Gyulai Pálinka Fesztivált. Az esemény kísérő rendezvényeként jövőre is bírálják első körben a bérfőzetők és magánfőzők párlatait határon innen és túl. Kategóriák változatlanok maradtak a párlatverseny tekintetében, szinte felöleli a teljes gyümölcs szortimentet. Annyit jegyeznék itt meg, ugye itt a bér és a magánfőző személyek nevezhetnek ezen a versenyen. Itt annyit kell megjegyeznem, hogy nem nevezhetnek csak gyümölcsből készült párlatokkal, tehát erre nagyon figyelniük kell a nevezéskor, hogy zöldségpárlatok, illetve más ízesített párlatokkal nem tudnak nevezni. A minták beküldési határideje 2020. március 9-e péntek 18 óra. A versenyen indulóknak bérfőzető és magánfőző kategóriában fajtánként minimum kétszer 0,35 liter versenymintát kell beküldeniük. Elsősorban a legfontosabb változás az idei évben az, hogy a kereskedelmi pálinkákat, illetve a bér és a magánfőző főzett termékeket külön versenyben kívánjuk. Indítani, teljesen külön lesznek elbírálva. A beérkezett párlatokat majd március 25-e és 27-e között szakértő zsűri bírálja. Az ünnepi időszakban egy új attrakcióval, egy szabaduló szobával várja az érdeklődőket az Almási Kastély. Rövid hírek következnek. Az 2018. decemberétől egyedi környezetben, a gyulai vár borozójában alakította ki fiatalok számára szabaduló szobát kulcskereső címmel. Először a két ünnep között kedveskedtek a családoknak ezzel az új attrakcióval. Ennek a garantált programnak a folytatásaként az év végéhez közeledve hasonló attrakcióval várják ezúttal a felnőtteket. A Rejtély a kastélyban című játék az Almási Kastély borospincéjében várja majd az érdeklődőket december 27-től. A berendezés kialakítása még folyamatban van. A helyszín sokaknak ismerős lehet, hiszen ebben a helységben tartják minden hónap első szombatján a pincetárlatot. Szilágyi Sándor kiemelte, mivel az állandó tárlat egyik legnagyobb erénye, hogy a cselédség mindennapjaiba és ünnepeibe enged betekintést, így ebben az új attrakcióban is majd ez a történetszál játssza a legnagyobb szerepet. A feladványok nehézségi szintje erősebb lesz a várbelinél. A Rejtély a kastélyban című játék 2020. januárjától már a garantált programok között fog szerepelni. A szabaduló szobában minden hónap harmadik szombatján várják az érdeklődőket, előzetes regisztrációt követően. Ez az adókedvezmény azoknak az anyáknak jár, akik 4 gyermekre tekintettel jogosultak családi pótlékra. 2020. január 1-től minden anya, aki legalább 4 gyermeket nevel, vagy élete során 4 vagy több gyermeket szült és felnevelt, a nyugdíjba vonulásáig teljesen mentesül a személyi jövedelemadó megfizetése alól. Az adómentesség a munkabérből vagy vállalkozói tevékenységből származó jövedelemre vonatkozik. A kedvezmény a vér szerint és az örökbefogadott, illetve a már felnőtt gyermekek után is jár, az adómentesség megállapításához pedig a munkáltató felé kell nyilatkozni. Az egyszerűsített vállalkozói adó közismertebb nevén az EVA 2020. január 1-én megszűnik. Többek között erről is szó esett három téma című műsorunkban.
Az evások ez év december 31-ig dönthetnek arról, hogy milyen adózási formát választva folytatják jövőre tevékenységüket. Változások érik jövő évtől kezdve a fizető vendéglátó tevékenységet végző vállalkozókat is. Itt 2020. januárjától a besorolások változnak, melyről részletesebben a híradó után a három témában hallhatnak bővebb információkat nézőink. Pontosan egy évvel ezelőtt, tehát december 14-én hunyt el Bondi bácsi. 2018. december 14-én hunyt el M. Szabó András, Gyula 56-os polgármestere, egyben az október 23 alapítvány alapítója. Az évforduló alkalmából a kuratórium 4 tagja ellátogatott az óbudai temetőbe, hogy elhelyezze az emlékezés koszorúit az egykori városvezető sírján, számolt be Bagyinszky Zoltán, a kuratórium elnöke. Ahogy arról korábban már beszámoltunk, az október 23 alapítvány őszi programjain számos módon megemlékezett M. Szabó Andrásról. Például az 56-os veteránok találkozóján fotókiállítással tisztelegtek a városvezető munkássága előtt. Később ezeket a fényképeket videóval kiegészítve bemutatták a Bai Zoltán általános iskolában tartott rendkívüli történelem órán. Az alapítvány tagjai a hétvégi utazást egybekötötték a kuratórium ülésével, ahol többek között ezeket a programokat is kiértékelték. Bagyinszky Zoltán elárulta, M. Szabó András síremléke jövő tavasszal elkészülhet, mivel a jelenlegi fejfát lekívánják cserélni egy, a gyulai 56-os emlékmű kicsinyített, méretarányos mására. Az alapítvány jövőbeli tervei között szerepel az is, hogy az M. Szabó András munkásságát bemutató fotókiállítást több helyszínen is bemutatják. Van miért falában, erős látja mindkét ég. Itt vagyok, érzem, hogy van remény, rám talál még egy új érzés. A Turai Ida Színház 14 év vándorszínházi lét után lelt állandó otthonra Budapesten. Ennek ellenére a színtársulat előadásai továbbra is eljutnak az ország szinte minden tájára. A napokban a gyulai közönség is találkozhatott velük, hiszen december 10-én az Ólomkatona című mesejátékot hozták el a művelődési központba. Egy valódi hős számára nem lehet akadálya testi fogyaték, különösen akkor nem, ha szeretve érzi magát. Ezt üzeni a gyerekek számára Andersen meséje. A gyermekbérletes előadások közül idén a Turai Ida Színház zenés mesejátéka volt az utolsó. A művelődési központban 3 alkalommal mutatták be a darabot, és közel 1000 gyermek érkezett a mesejátékra ezen a napon. A lábán sérült katona és a papír balerina közös sorsa a kiszolgáltatottság, hiszen egyikük nem teljes, másikuk végtelenül törékeny. A főszereplőket az egymás iránti szerelmük segíti át a nehézségeken. A karácsony nagyon sok embernek nem csak az együtt töltött időről, hanem a finom ételekről is szól. Ezért is fontos kiválasztani és eldönteni, hogy milyen desszerteket, süteményeket készítünk karácsonyra. Sok a kedvence a beigli, ami szinte nem hiányozhat karácsonykor az asztalról. Önnek mi a kedvenc karácsonyi süteménye? Hát, szerintem a beigli, a mákos beigli. És mi az még, ami ilyenkor asztalra kerül? Hát nálunk sok minden elég változatos, szóval nálunk ilyen túrótorta, meg minden ilyenfajta, ami nem annyira karácsonyi, kifejezetten karácsonyi sütemény, de emellett mézes süti is kerül, meg zserbó, francia, krémes, elég sokféle. Nekem inkább a diós beigli, de néha megeszem a mákost, de főleg inkább ezek a beiglik, ezek a hagyományosok karácsonyik. A jól megszokott beigli, még mi a kedvenced, vagy mi az, ami még asztalra kerül karácsonykor nálatok? Néha zserbó, egy-kétszer ilyen habcsók, szerűség, ilyesmi, de főleg inkább beigli, nem vagyok nagy sütemények egyébként. Beigli meg a teasütemények, nagyon szeretem, sósütemények. Akkor hagyományos beigli a kedvenc, ezen kívül még mi lesz otthon a karácsonykor? Szokásos. Halászlival kezdünk, töltött káposzta, nagyon szeretem az ilyen hússal töltött szereteket, azok lesznek. Süteményben gondolkodunk valamilyen gyors elkészítési dologban. Karácsonyi ellenőrzéseket végez a fogyasztóvédelem. Lapszemle következik. Segítség a rászorulóknak. Babgulyással és ajándékkal lepték meg a békési hajléktalan szállón élőket, írta a Beol. Együtt ebédelt a helyi hajléktalanok átmeneti szállóinak 50 lakójával a békési városvezetés, Kálmán Tibor polgármester vezetésével. Zöld út a segítségnek.
Elektromos autókat állít szolgálatba a Máltai Szeretett Szolgálat, írta a Magyar Kurír. A szervezet 6 új elektromos gépkocsit vásárolt az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával. Tehenet kergettek a rendőrök Orosházán. Elszabadult egy tehén a Táncsics utca, Lehel utca kereszteződésében, írta az Orosz Café. Az éppen arra járőröző rendőrök a problémát hamar elhárították, majd a járművezető segítségével visszaterelték a jószágot a szállító ketrecbe. Karácsonyi ellenőrzések. A szezonális termékek forgalmazóit ellenőrzik, írta a Békési Járások. A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó termékeket értékesítő kereskedőket, vállalkozásokat ellenőrzik a fogyasztóvédelmi ellenőrök az Orosházi járásban. Enyhe időre készülhetünk a következő napokban. A hétvégén, főleg szombaton, nagyobb esőre számíthatunk. Pénteken felhős és napos időszakok váltják egymást. Gyakran megélénkül a szél. A hőmérséklet az éjszakai 0 fokról délutánra 15 fokig emelkedik. Szombaton felhős, gyakran esős, szeles időre készülhetünk. A hőmérséklet 5 és 14 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Új munkahelyek Békés Csabán. Januártól 50 megváltozott munkaképességű ember állhat munkába. Segítség a rászorulóknak. A Családsegítő Központ szervezésében rendeztek ünnepséget. Táncgála Gyulán. A színpadot fürdővárosi és békéscsabai fellépők lepték el. Sírdogál a gyermekisten. Ezzel a címmel adott koncertet Gyulán a Tercina együttes. Már lehet nevezni. Várják a párlatokat a jövő évi gyulai pálinka versenyre. A Gyula TV híradóját látták, most a Főzzön velünk következik, majd befejezzük a közvetítést a legutóbbi testületi ülésről. Nézzék híreinket, videóinkat a közösségi oldalakon és a gyulatelevízió.hu-n. Köszönjük figyelmüket!